Star Wars kötetek széles választéka a szukics.hu webáruházban. 7% extra kedvezmény a Rixon kuponkóddal. Link a leírásban. Szerdán végre kezdetét veszi a legújabb élőszereplő Star Wars sorozat, az Andor, mely a Zsivány 1-es egyfajta előzményeként szolgál, és a címszereplő életét figyelhetjük majd végig, a film eseményeit megelőzően. Habár elég ellentmondásos nyilatkozatok és információk voltak arról, hogy K2SO, mindenki kedvenc karaktere a Zsivány 1-esből felbukkana majd a sorozatban, egyébként valószínűleg az első évadban még nem, csak majd a másodikban, úgy gondoltam, érdemes lenne megnézni, hogy hogyan találkozott Cassian, illetve K2SO egy korábban már megjelent one shot, tehát egy füzetből álló képregényben, mely egyébként pontosan megjelenési formájából adódóan magyarul sajnos nem jelenhetett meg, és habár az első évadban ezt a találkozást valószínűleg még nem fogjuk látni, és nem titkolt célom, hogy az összes Canon Star Wars képregényt el szeretném olvasni, úgy gondoltam, jelenleg aktuális lenne, hogyha most tenném ezt meg, és számolnék be arról, hogy hogyan is történt ez az esemény egészen pontosan a képregényekben, még hogyha valószínű is, hogyha élőszereplős formában is látni fogjuk ezt vagy az első vagy a második évadában a sorozatnak, akkor jó eséllyel meg fogják változtatni. A történet szerint Cassian és egy furcsa, szavak helyett feromonokkal kommunikáló idegen fajba tartozó ikerpár a Vekasso bolygóra utaznak, hogy megszerezzék a birodalom biztonsági protokolljait egy magánkézbe került csillagromboló belsejéből. A csapat ugyanakkor véletlenül beindít egy riasztó berendezést, aminek következtében a helységet ellepik a birodalmi járőrök, többek között egy bizonyos KX-szériás biztonsági droid is, aki K2SO néven mutatkozik be. Cassian meglátja a lehetőséget abban, hogy a droid segítheti a menekülésüket, így miután az ikerpár megtalálja a droid kikapcsoló gombját, munkához lát a memória törlése érdekében. Az első alkalommal csak a droid memóriájának 23%-át sikerül törölni, így az újból nekik támad. Második próbálkozása már egy nagyobb szeletet sikerül kivenni a képből, ám ez még mindig nem bizonyul elégséges. Habár K2 teljesíti Cassian parancsát, miszerint kíséri őket a hajójukhoz, a droid menet közben feladja őket a rohamosztogosoknak és visszaáll az alapfeladatára, így ismét kergetni kezdi a lázadókat. Végül a harmadik próbálkozásra a droid teljesen azzal a személyiséggé válik, akit a Zsivány 1-esben láthattunk. Alapprogramozása megmaradt, így funkciói továbbra is képes ellátni, illetve a lázadók által keresett biztonsági protokollokat is tartalmazza. Cél hiányában viszont a maga cinikus módján segíteni kezd Cassiannek, míg ellopnak egy hajót és elszöknek a rendszerből, küldetést teljesítve. Nem egy kifejezetten hosszú sztori, viszont ahogy említettem, egyetlen egy füzetben lett elmesélve ez a történet. Kíváncsi vagyok, hogy vajon láthatjuk-e majd ezt az első évadban, vagy csak a másodikban majd, és hogy megváltoztatják-e. Sanszosan egyébként a korábbi tapasztalatokból kiindulva igen, habár itt nem Dave Filoniról, hanem Tony Gilroyról van szó. Nem tudom, hogy az ő munkájába Lucasfilm Story Group esetleg jobban beleszól, mint a Filoniéba. Minden esetre örülnék, hogyha felbukkanna a sorozatban K2SO karakter is, mert nagyon kedveltem őt én is, és nekem is az egyik kedvenc karakterem volt a Zsivány 1-es filmben, ha nem a kedvencem. Természetesen az Andor sorozatból is heti rendszerességgel epizódbemutatókat fogok készíteni, az első három rész alapján már szerda este 8 órakor terveim szerint fent lesz a részbemutató videó, amiben majd elmondom a véleményemet az első három epizódról. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg, ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a csatornatagság, illetve a szuperköszönettel ezt is megtehetitek. Sziasztok, az erő legyen veletek! Jó srácok, a polkacsereg több csilles, talán csatlakozhatátok vagy valami.